autó elfér egy helyen. Na, mit hallunk? Na gyere, gyertek ide, mondjátok el, hogy mi van, mert ugye nem akarjuk keresztül húzni itt a mikrofon zsinort, nehogy annyit nem ért Rócsányi, tökre menjen. Mondjátok el, légy szíves, hogy mi történt oda bent. Nagyon izgultunk már, értetek, hogy esetleg elraboltak. Annyit mondtak, hogy személyesen nem tudják átvenni. Szegeden van a miniszter úr, és ő minden megtesz. Minden megtesz az egyezésért, és volt mindenféle egyeztetés, és tiszteletben. Még mondtuk, a videó majd meghalljátok, Marika nagyon kitett magáért. Úgyhogy nagyon... Mondtad, Marka? Mondta, mint a vízfolyás. A helyettesnek meg azért lerohadt a mosoly az arcáról, amit kapott tőlünk. Hát mondtuk, hogy hétfőn itt vagyunk, reggel itt várjuk, és addig nem megyünk el, még nem találkozunk vele. Nagyon jó, Marika. Én elmondtam, hogy le is cserélhetnék a tábláról azt a, vagyis az I-betűt levehetnék, mert az gazságügyi és hatóságügyi minisztérium, és mindenféleképpen, amit műveltek a devizahitelesekkel, ez nem helyén való. Itt a bankokat mentik, a kormány korrupt, a Orbán Viktorral együtt. Ugye mit mondott Soros György, hogy a második legkorruptabb ember Orbán Viktor. Hát ebben minden benne van. Tőle tanulta, így van. Jó mestere volt valóban. Én megmondtam, hogy nem tud számolni, mert ha úgy méltót követtünk, 19-et visszafizettem, az hogy lehet valami? Azt mondja, ez egyedi eset. Mondom, az nagyon érdekes, ő jön de ki, és nézze meg, ennyi embernek egyedi esete. Aztán ez csak kevés, ez egy az egyedi eset. Tehát egész egyszerűen nem tudnak szembenézni a hibájukkal. És bemutatkozott a hazudós? Igen, bemutatkozott, kellemes hétvégét kíván nekünk, hát amit én kívántam, az nem mondtam ki hangosan. Kultúrember vagyok. Vagy hétfőn próbálkozunk. Hétfőn itt leszek. Hétfőn reggel itt kezdtek. Jó, hát hétfőn, mert szerintem olyan korán úgyse jön ide. Ugye nem demonstráció, mert most két ember elmondta, hogy szűk körben, hogy itt lesz hétfőn reggel. Szerintem én is itt leszek, de nem egyesen kiúgy, hogy bárkit is hívunk, és addig, amíg át nem veszi, addig lenyomjuk valahogy a torkán neki. Úgyhogy azért egy kicsit emeljük magasra azt az egyedi esetes ládát, igen, tehát az az egyedi eset, amit itt gyorsan összegyűjtöttünk, és még van szerintem néhány millió egyedi eset ebben az országban, amivel, igen, tehát... Azért én azt mondom egyébként, mert ugye Rócsányi hazudik, azt már jól látjuk, hogy várjunk azért itt egy kicsit, mert hát ha mégis, úgy van, mint a bankárok, csak hogy nem bernek kijönni, majd itt várogatunk egy kicsit, közben pedig még pár dolgot elmondanánk, vagy közben átviszünk a Menyushoz is, ott a piros sátor a Rákóczi szobornál, viszünk neki is oda számokat, mindenképpen legalább egy szervező, meg egy-két ember maradjon itt a kocsiknál. Ami viszont fontos, hogy ugye Orbán Viktor, Trócsányi ugye egytőről fakadnak, hazudoznak, mint az állat, lepaktáltak a bankokkal, ugye most már Orbán lepaktált Putyinnal is, ugye erről megosztanak a vélemények, kinek tetszik, vagy kinek nem, de maga Orbán is elmondta, hogy ez nem biztos, hogy jó megoldás. De azért lepaktált, tehát ez azért így egy mindenképpen fura dolog. Elárulták nem csak a Seviza hiteleseket, hanem az összes többi embert is, hiszen ennyi vásárló erőt vettek el a magyar gazdaságtól, és adták oda az ő pénzüket a bankoknak. Idegennek, bizony. Rengeteg ember halála szárad a torkukon ezeknek a mocskoknak. Nagyon-nagyon sokan betegek lettek, és a következő pár évben fognak idő előtt belehalni ebbe a stresszbe, belehalni a nélkülözésbe, belehalni abba, hogy megfosztották őket az emberi méltóságuktól. Mi ez, ha nem népirtás? Ez, amit ez a két mocsok a többi haverjával együtt végez, ez népirtás. 2011. február végén Magyarországon a holokauszt tagadását bűncselekménynek minősítette a parlament, Mesterházi Attila
beadványára, és a több rabbi nagyon erős lobby tevékenysége nyíltán. Tehát ha valaki most ezt tagadja, azt a második világháborús népirtást, akkor bűncselekmény követel. És én itt most szólítanám a rendőrséget. Magyarország körül több országban nem csak a második világháborús népirtás tagadása bűncselekmény, hanem bármely más népirtás tagadása is. Így van ez Csehországban, ha jól emlékszem, Lengyelországban is, hogyha akár a kommunista rezsim, vagy bármelyik más népirtást tagadja valaki, akkor akár 3-5 év börtönt is kaphat. Néhány hete, vagy talán múlt héten volt, a 12. kerületi kollégájuk és néhány készenléti rendőr példással járt el, amikor Orbán Viktor magánhasználatú autójára rátették a tilosban parkolt cetlit. Most önök is eljárhatnak ugyanilyen példással, ha vagy ebben az épületben megkeresik Trócsányit, vagy valahol, ahol éppen leledzi, talán pont Szegeden, és népirtás tagadása miatt előállítják, őrizetbe veszik, jól megverik, és utána bíróság elé állítják. Ugyanis semmivel nem külön népirtás volt bármelyik másik népirtás, mint ami most folyik. Több ezer ember önként vetett véget a saját életének. Sokan betegek lettek, belehaltak, hány közlekedési baleset volt abból, hogy valaki stresszelve rohant az egyik munkahelyről a másikra, hogy ki tudja fizetni a Seviza hitelét. Ezt nem lehet tűrni tovább. Azt sem lehet tűrni tovább, hogy ez a mocsok, aki a mi pénzünkből keresi degezre magát, arra nem veszi a fáradtságot, hogy ide jöjjön és a szemünkbe nézzen. Egyáltalán megpróbálja megérteni, hogy mit mondunk neki. Meg sem próbálja. Csak szajkozza azt, amit betanult. Szajkozza azt, hogy de mindent megtettünk, és mennyi mindent, és egyedi eset. Beszélgettem egyszer a készenléti rendőrség egyik parancsnokával, és mesélt az állományról, hogy milyen kemény legények. Sokan önök közül részt vesznek még a 60 kilométeres kitörés túrán is, és végig csinálják, és más egyéb embertúláló feladatokon vesznek részt, és ennek nagyon örültem. Ott voltam én is most, talán némelyikük is ott volt, akár hátba is verhettek volna, mert ugye engem könnyebb meg is verni, mert majdnem ugyanabban a cuccba járok, önök meg ugye ilyenkor egyenruhában vannak. Egy valamit mondok önöknek, hogy itt, ma Magyarországon meg kell, hogy védjük magunkat. És én meg fogom magamat védeni. Ha bármelyikük, akár ön, akár ön, akár ott a sarkon, elkíséri a végrehajtót, vagy bárkit az én házamhoz, akkor ne legyen a közelében. Jó messze maradjon le, mert én, Póka László, lelövöm. Ez is titkos, Fidesz letiltott. Fidesz letiltott. Megvárjuk, amíg van hang. Tehát, ha az én házamért bárki oda jön, azt én le fogom lőni, mint a szart. Nem fog onnan élve elmenni. És ez az, amit beígértünk mára, hogy biztosan lesz fedél az én fejem fölött. Vagy azért, mert senki nem mer oda jönni a házamért, vagy azért, mert lecsuknak, hogy lelőnek engem is, és akkor is lesz fedél. Én megteszem, és tudom, hogy van jó néhány ember, aki már erre készen áll ebben az országban, mert nem hagyjuk magunkat kifosztani. Én már fedem a konyhába fordhat, én szereztem egy jó nagyot, azaz végrehajtó. Akár a segítség, ha bárki bemeri tenni a lábát az én házamba, amiért én dolgoztam, az én verítékem volt az építettem a házat. Azt leszúrom, megölöm, fölgyújtom, kinyírom. Van még egy vasvilla is az ajtóban, hogyha véletlenül úgy jönnek be, hogy önkényesen. Én csak ennyit akartam mondani. Csak azt szeretném mondani, hogy én nagyon sajnálom azokat az embereket, azt a több ezer áldozatot, aki a Seviza hiteles kifosztás miatt sajnos öngyilkos lett. Még azt sajnálom ezzel kapcsolatban, hogy nem vittek magukkal legalább mindannyian egy végrehajtót. Hogy ne legyen értelmetlen a haláluk.
De én azt mondtam már két évvel ezelőtt is a Béla utcai kilapoltatáson, velem szemben állt egy nagyon-nagyon szimpatikus, jóképű készenléti rendőr, és én azt mondtam neki, hogy barátom, te akármilyen jóképű vagy, hogyha te odajössz a végrehajtóhoz, és segítesz neki abban, hogy kitegye a családomat az utcára, akkor akármennyire is szimpatikus vagy, én rádrobbantom a házat még akkor is, hogyha a családom is, meg én is meghalunk. Valamiért azóta se jött a végrehajtó hozzánk, ez már 3 éve, hogy így van. Lehet, hogy azért már megijedtek. Én nem tudok lőni, én inkább robbantanék, a Laci a lövést választja. Mindenkire rá van bízva, hogy hogy áll hosszút azért, ezért a kifosztásért. Köszönöm szépen. Ott leszek veled, Anita! Egyetértek Anitával, a végrehajtó és a rendőrség, amikor ki akar lakoltatni egy családot, és a végrehajtáshoz a rendőrség asszisztál. Nem nézik, hogy jogszerű a kilakoltatás, hogy milyen emberek laknak ott, hogy tartoznak-e egyáltalán, hogy igazuk van-e egyáltalán. Én nem tudok ugyanúgy lőni, mint Anita, a bombákhoz egyelőre még nem értek, én a sorsomat választanám, tehát tömegével te hordóban megtöltve. Erre készülhettek, aki végrehajtani szeretne nálunk. Ennyit szerettem volna mondani. Úgy látom, hogy mindenki készül arra, hogy megjelenik a végrehajtó. Reméljük, hogy nem kerül rá sor. A Factoring egyik behajtója már megjelent nálam, és utána, amikor 3 szót szóltam hozzá, örült, hogy elmehetett, mert mire én kimentem, addigra volt alkalma elolvasni azt a plakátot, ami a kapura ki van akasztva, meg a molinót, ami a házamon lóg, hogy nem adom a házamat a mocskosfuzsorásnak, mert ezt a családom becsületes kétkezű munkával építette, és nem azért, hogy ez övé legyen. Az, hogy én milyen módszerrel nyírnám ki, aki oda jönne, azt nem árulom el nekik előre. Hát legyen meglepetés! Van még valaki, aki bejelentkezett, ő a gyuszival fekszik otthon, a tüdőgyuszival, Ilonka Délegyházáról is szeretne szólni itt hozzánk. Először is Ilonka, jobbulást kívánunk, hallod, amit mondunk? Igen, nagyon szépen köszönöm a jó kívánságokat, és köszönöm a lehetőséget, hogy elmondhatom, amit szeretnék. Nem állom ez a borzalom, nem kerül rá semmi. Semmi agressziót nem kell elkövetni, de ha mégis úgy van, a szomszédaimnak már szomszédaimtól elnézést kértem a kis bumtól, mert én nem leszek egy napig se hajléktalan, se az életben nem fogok a saját házamban lakni, hanem ott valakit viszek magammal, az biztos oda messzire. Úgyhogy ezt szeretném, remélem nem kerül a sorra, de ha mégis akkor ez lesz, ez fog történni. Nem adom a házamat, nem adjuk a házunkat. Köszönjük, Ilonka! Nagyon szuper, és mindenki jobbulást kíván! Nagyon hangosan integetnek is, hogy jobbulást kívánnak neked! Köszönöm, szervusztok! Szia! Szia, Ilonka! Nos, ami nagyon fontos, itt jó néhányan megígértétek. Én kinézem bárkiből egyébként. Itt az a fontos, hogy más is kinézze. Ha elhiszi rólad, hogy megteszed, lehet, hogy meg sem kell tenned. Elég, ha elhiszi, és elég elszállt. Ha megint csak üzenek otthonra, vagy akik ücsörögnek otthon, ha otthon ücsörögsz, és a Facebookra írsz vidám vagy nem vidám dolgokat, akkor ugye nem fogja rólad elhinni, hogy te megteszed például. Meg rólad sem hiszik el, hogy megteszed. Ha nem mutatod meg, hogy tényleg megtennéd. Egyébként meg büntetőírlagot csak szeretném jelezni, Szigetszent Miklós rendőrkapitányságán azt mondták, hogy ha kitekerem a nyakadat, ha nem szállsz le a banki ügyintézőkről, az nem bűncselekmény, akkor az sem az, hogy lelövöm a végrehajtót. Tehát ez csak megnyugtatásképpen, hogy végképp a helyszínen lévő rendőröknek ne kelljen intézkedni. Meg egyébként sem fenyegetés. Ígéret. Ez ígéret. Ez konkrét olyan dolog, és azt már tudhatja mindenki rólunk, ha nem adom a házamat mozgalomról, hogy amit mi megígérünk, azt meg is tesszük. Ha azt mondjuk, hogy balhé lesz, akkor balhé lesz, ha azt mondjuk, hogy nem lesz balhé, akkor nem lesz balhé. A következő, ugye mondtuk, hogy néhányan átmegyünk majd Menyushoz, átvisszük a számukat. Az a kérés, mivel erre a demonstrációra a vonulás nincs bejelentve,
hogy akkor, amikor átmegyünk, akkor ne demonstratív a zászlókkal és a fejen ezzel a nem hazudós vagy hazudós számokkal, hanem akkor rendesen menjünk el, ott már lehet folytatni, hiszen az egy másik bejelentett demonstráció, csak ne okozzunk kellemetlenséget a rendőrségnek sem, hogy akkor most nekik itt ez ügyben gondja legyen. Viszont Marika és Zsóka, emiatt menjetek léci oda a helyszínbiztosításhoz, és ezt a kamerába is elmondják nektek, hogy felhívták a figyelmet, hogy nem demonstratíve vonulunk át a másik helyszínre, ami teljesen rendben van, én azt gondolom, hiszen így volt bejelentve a rendezvény, az meg úgy van bejelentve, de miért ne köszönhetnék? Egy főszervezőnek legalább itt kell maradni, meg néhány embernek, erre is szintén figyeljetek, és amikor visszajöttünk, én azt javaslom, hogy egy fél órán belül, mondjuk 3 órára jöjjünk vissza, és aki akar a gazságügyi minisztérium előtt nem fesgőzni, azokat a fotókat, videókat itt meg fogjuk csinálni. Van természetesen alkoholmentes fesgő, csak jelzem szintén a rendőrségnek, hogy nem lesz itt alkoholfogyasztás közterületen. Utána meg teszünk bele majd vizet, hogyha valakinél már az ellen előtt megisszuk, és utána teszünk bele vizet, és azzal fogunk mentesgőzni, világos. Így sokkal jobb, köszönöm, hogy súgtál innen hátulról. És meginni, hát nem, de egyébként is kölyök peskő, tehát innentől kezdve nem okoz. Azt nem nyilvánosan, igen. Így van, a sútyomban örülünk annak, hogy ilyen szép számban összejöttünk, és Laci szerzett egy peskőt. Oké, akkor egyelőre itt most zenélünk, és akkor folytatjuk 3 órakor magát ezt a programot, addig pedig de ha Judit szeretne valamit, jó? Ha valaki még most szeretne valamit, mert utána is lesz lehetőség, aki most szeretne, az benne ne maradjon, úgyhogy Judit! Elnézést kérek tőletek, de mivel itt vagyunk az igazságügyi minisztérium előtt egy... Mi? Bocsánat, hát sajnos magamból indultam ki. Egy valamit szeretnék veletek megosztani. Gondolom sokan vagyunk így, hogy... Csak egy pár szóba engedjétek meg, hogy elmondjam, hogy mi hogy kerültünk ebbe a pokoli helyzetbe, és hogy mentünk tönkre, főleg a férjem, aki, ha megengeditek, elmondom, hogy egy élsportoló, egy világbajnok, világcsúcstartó, Tóth Kálmánnak hívják, súlyemelő volt, és el fogom mondani, így mondom, az igazságügy minisztérium előtt ő egy vállalkozó volt, akit az Európa ZRT Szakszinger Balázs nevű igazgatója nem fizetett ki a munkájáért, és mi leterheltük a fizetésünket, főleg én, hogy az embereit ki tudjuk fizetni, és ezért többek közt ezért nem tudom fizetni a banki hitelemet, egyébként én vagyok köztetek egyedül forint hiteles, mert 2010-ben átváltottam forintra ezt a rohadt, kibaszott, szar szemét, semmi közű devizahitelemet, azért, hogy az emberek ki legyenek fizetve, és én a Varga miniszter úrral, akkor még nem volt miniszter, beszéltem, hogy hogy létezik az, hogy a magyar vállalkozókat nem fizetik ki, és hagyják, hogy tönkre menjenek, és közülük is nagyon sokan öngyilkosak lettek, és ilyen helyzetbe hagyták az embereket, erre is oda kellett volna figyelni, és ne haragudjatok, hogy én ezt itt most elmondtam, de fáj a lelkem a férjemért, akivel van egy csodálatos gyerekünk, és csak azt látom, hogy tökéletesen tönkrement, ez miatt a rohadt, korrupt, szemét ország miatt, amiben kénytelen vagyok élni, és én a Tóth Judit, én is azt mondom, hogy nem fogják elvenni a lakásomat, senki nem fogja, mert szétbaszom a fejét, aki oda bejön! Köszönjük, Judit! Remélem, a ti esetetben se lesz rá szükség, majd meglátjuk. Most pedig akkor átugrunk néhány a menüshoz, levesszük természetesen a számokat közben, és tehát nem demonstratíve fogjuk tenni, és akkor addig itt pedig zenélni fogunk. 3-kor pedig itt folytatjuk nem pesgőzéssel és nem örüléssel. Csináltok zenét, oda van. Kicsekerem, hogy nyakadatunk felé.